Nagyon örülünk a következő beszélgetésünknek. Bérces László, ugye az Ördökatlan Fesztivál alapítója vennünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És ugye azokat a beszélgetéseket nagyon szeretjük, amikor még mindig van valamennyi időnk arra, hogy a riportalanyunkkal váltsunk néhány szót, mert ugye Bérces Lászlóval pont arról beszélgetünk, hogy az egyik védnöke ennek az Ördökatlan Fesztiválnak nem más, mint Törőcsik Mari. És van egy nagyon-nagyon kedves idézetük önöknek, nem tudom, hogy ezt elmondhatom, de elmondom, mert... Most már muszáj. Most igen. Már muszáj lesz, szépen elmondom, ha egy ember álmodik, az csak egy álom, de ha több ember álmodik egyszerre, az a valóság kezdete. Ez tulajdonképpen, nem tudom, ez 11 évvel ezelőtt, vagy ez a mostani alkalomra született? Ez, ugye ketten találtuk ezt ki Kis Mónikával, úgy neveztük el magunkat, hogy társigazgatók, de hát társ rabszolgának is nevezhetjük magunkat, ez mindegy. De ezt még az első előtt Móni hozta, hogy ezt olvasta Hundert Wassernek egy igen. szövege. Én azt hittem, hogy az, hogy nem vagyunk normálisak, mert ez a másik igen. nagy igen, mondatunk, azt Maritól kértük, loptuk, adta. Tehát ezt mi ketten kitaláltuk, és az, hogy ez legyen, de az, hogy aztán ez lesz, tehát ehhez már nagyon sok embernek az álma kellett, hogy megvalósuljon, de én nem, tehát visszatérek, én nem hiszem el, hogy örülnek. Jön egy fesztiválról beszél valaki, mindig ugyanaz hangzik el. Készülünk, jó fellépők lesznek, nagyon jó lesz, jöjjenek. Mik a kiemelhető programok, elmondja. Tehát én mindig átkapcsolok, mikor fesztiválról van szó, ez az igazság. Úgyhogy ezt nem fogjuk most szerintem csinálni. Igen, viszont akkor elmondjuk, hogy ez a fesztivál abban nagyon különleges lesz, hogy Törőcsik Mari egy színdarab révén, na és akkor innentől átadom igen. a szót, mert nem tudom pontosan, nem látható nem lesz, de ott lesz a darabban. A hangja ott lesz, és erre a produkcióra készült ez a felvétel. Ifjú Vidnyánszky Attila és az általa szervezett tulajdonképpen a legmenőbb fiatal 20-30 közti színészekből toborzott csapat, a Stalker csoport, ők próbálják már ezt. Én most jöttem Nagyharsányból, az az egyik helyszínünk, amellett van a Szoborpark, ott van egy amfiteátrum. Ők már napok óta ott próbálnak, William Faulkner Míg fekszem kiterítve. Ez a kisregény címe, amit nekem, mint valahai angol szakosnak el kellett volna biztos olvasnom, és nem olvastam annak idején el, és tavaly elolvastam. Gyönyörűséges kis regény, és ebből szövegeket mond Törőcsik Mari, és ezt fogják bejátszani majd. Egy anya haldoklásáról szól, és a családa, hogy körülötte létezik, és elköszön, és készül a folytatásra, és közben bent fekszik az anya, és ezek a szövegek hangoznak majd el. Bízom, hogy nem ez lesz Mari utolsó színpadi megnyilvánulása, de ez is megtörténhet, hogy ez lesz. Július 31-én lesz a premier ott nálunk, és utána még háromszor eljátsza a csapat. De ezt egy kicsit kitágítom most, hogy a katlan, iszom egy kicsit közben. Meg közben majd arra szeretnénk még megkérni, de hát mondod ezt a szerintem magadtól is, mert sok néző kíváncsi arra, hogy de hogy kerül oda Törőcsik Marinak ugye a hangja? Igen. Ki rögzítette? Igen. Mikor rögzítette? Milyen körülmények között? Ketten rögzítettük, Tamás, aki az ő egyik gondozója, segítője, meg én a Szombathelyi Kórházban tavaly nyáron, még csövek lógtak éppen Mariból, és de amikor ő valamire azt mondja, hogy igen, akkor arra fölkészül Pilinszky szövegek és Faulkner szövegek. Ott a kórházi ágyon mondta föl ezt Mari. Csak azzal akartam ezt kitágítani, hogy az Ördökatlan, ha van változása az elsőhöz képest, az biztos, hogy változás, hogy sokkal többen vannak, tehát akkor volt pár ezer ember, most meg nem tudjuk megszámolni, mert a programok egy része ingyenes, tehát nem tudjuk pontosan, de 70-80 ezer ember ott van 5 napon át a 4 faluban, ezt hadd mondjam el, hogy Nagyharsány, Kisharsány, Berement és Villánykövess, július 31-től, tehát jövő 2-től, már az egy hétre kezdődik, hogy egyre több olyan produkciót szeretnénk, amik oda készülnek, ott készülnek, tehát tulajdonképpen csak az kapja meg, aki oda jön. Tehát abban a világban, ahol mindent megkapunk már így, hogy nem tudom, biztos látták a most elhíresült egy kép, ahogy a gondolában ülnek japán turisták, és megy az elég szép
Velencébe megy ott a gondola, és mindannyian így, és körülöttük gyönyörűség. Mi látjuk a gyönyörűséget, ők meglátják azt a... Szóval ebben a világban azt szeretnénk elérni, azt a személyességet, hogy ott kell lenni, hogy így kell találkozni, és ezért is jönnek úgy hozzánk az úgynevezett fellépők, úgynevezett fellépnek valóban, de közben barátaink, akik eleve kérik, hogy hadd maradhassanak. Vagy olyanok, akik tavaly felléptek, most nem lépnek föl, de hadd legyenek ott. Tehát a Nagyharsányi menzán együtt ebédel Rózsika néni a kis láboskájával kapja a Szakács néniktől, akik nagyszerűek, meg Kis Tibi a Quimbiből, meg francia zenész, meg Alexander Balanescu, együtt ülünk ott, és Hauman Péter, és nem tudom kik. Tehát ez így jó, és azt szeretnénk, hogy az történjen ott meg 5 napra, hogy úgy találkozunk nagyon-nagyon régi módon, ahogyan az emberek találkoznak, egymásra néznek, és igazából írtó nagy sablonokat mondok, ezek a szavak itt most semmit nem jelentenek, és ott meg megéljük, ezért nem is gondolkodunk rajta a szabadságot, mindenki érzékeli. A szabadságot, a fiatalságot, de nem, hiszen én már ezt nem tudom illusztrálni, de ott én is fiatal vagyok, és a 80 éves nagymama is fiatallá válik, az érzet ott van, a szépség, a fiatalság és a szabadság. Igen, viszont amikor azt mondta, hogy 70-80 ezer résztvevő van már, az nyilván fesztivál szervezőként egy iszonyatos öröm. Másrésztről meg ilyenkor van az a veszély, hogy elvész ez a bensőségesség. Pontosan. Hogy lehet jól kiegyensúlyozni? Nem tudok válaszolni, mert amikor kezdtük Mónival, akkor mondtuk, hogy maradjon meg ez, és szóljatok, amikor már elveszni látszik. De ugyanilyet szoktak csinálni a főnökök. Szóljatok, amikor észreveszitek, igen. De akkor de már hát nem szólnak, mert nem ez... vesz, ő nem veszi észre, ez most más az a hatalom. De nem tudom, lehet, hogy mi sem veszük már észre, bár most éppen a múlt héten ott Nagyharsányba sétálva Mónival beszéltük, hogy lesz következő, kell, hogy legyen, de úgy, hogy senki ne vegye észre, legyen kisebb. Senki nem fogja észrevenni, de kisebb lesz, és akkor talán mi se őrülünk meg jobban, mint amennyire a jelszavunk megköveteli, jó, hogy nem vagyunk normál. Jó, de ugyanakkor akárki már az életében egy születésnapi zsúron csinált valamit, azért ez mindig egy nagyon pozitív visszajelzés, hogyha évről évre többen vesznek részt egy adott eseményen, vagy egy adott rendezvényen. Én azért arra kérném Önt, hogy egy pár eseményt, egy pár programot azért mégiscsak emeljünk ki. Persze, tehát itt most azt mondtuk, hogy Stalker csoport, és közben ránéztem, ahogy jöttem a honlapra, ami ott a gép számolja, hogy hány program, 633-at mutatott most éppen. Vannak úgynevezett díszvendégek, ők is azok, de másik díszvendég a K2 csapat, egy színház, akik szintén 20 és 30 közti fiatalok, ők visszajárók. És ők mindig, ők is ott próbálnak már, és ők pedig most a Baranyai Gyöngyös Bokréta című darabot fogják létrehozni. Mindkét előadásnál fontos, hogy ősztől szeretnénk ezeket Budapesten játszatni. A K2-esek most jöttek vissza New Yorkból, Nagyharsányba, és Nagyharsányban és a Baranyában összegyűjtenek 50-es, 60-as évekből még megkapható történeteket, abból írnak darabot, ebben nagyon ügyesek, Benkó Bence meg Fábián Petya, akik a író, rendezők és színészek, bár mostanában már nem játszanak, mesélték, hogy tegnap voltak a 92 éves Gizi néninél Nagyharsányban, és olyan sztorikat mondott nekik, abból születik majd meg valami, ami még éppen megérinthető, és olyan öröm, hogy 20 éves fiatalok ezt keresik. Csak szavakat mondok, Magvető kiadó, mint díszvendég, Schneeberger Ferenc, mint díszvendég, Beremenden 5-6 ezer embernek Haydn Teremtés című műve hangzik el. A többit pedig akkor a programfüzetből. Hát igen, mert meg tényleg a nem tudjuk felsorolni. 120 színházi előadás 5 nap alatt. Azt hát nagyon szépen hát köszönjük. Kitartást, igen. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem.